Korszerű szennyvíztisztítás. Befejeződött a több mint 3,5 milliárd forintos szennyvízberuházás Újfehértón és Bökönyben. Átalakuló közigazgatás. 14 percre csökkent az ügyintézés átlagos ideje az új típusú kormányablakok kialakításával, hangzott el a megye 21. intézményének átadásán Nagyhalászban. Nagyértékű felajánlás, speciálisan felszerelt gyermekmentőt adományozott a LEGO csoport az Országos Mentőszolgálatnak. Befejeződött a több mint 3,5 milliárd forintos szennyvízberuházás Újfehértón és Bökönyben. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A fejlesztések még 2012-ben kezdődtek, ennek köszönhetően korszerűsödött a két település szennyvíztisztítása. Így a térségben már 60%-os a hálózat lefedettsége. Befejeződött Újfehértó és Bökönyv közel 3 éves szennyvízkezelési beruházása. A több mint 3,5 milliárd forintos fejlesztés után a térség 60%-a rendelkezik szennyvízhálózattal. Nagyon nagy jelentősége van a szennyvízhálózat kialakításának egy település életében. Véleményem szerint Isten igazából ekkor válunk európai polgárokká, amikor tudatosan kinyilvánítjuk, hogy vigyázunk a környezetünkre. Hála Istennek a választókerület 32 települése közül 14-ben sikerült befejeznünk az idén a szennyvízhálózat kiépítését, többek között itt Újfehértón. A beruházás az előminősítéssel már 2007-ben elindult, a támogatást azonban csak 2012-ben kapták meg. Újfehértón 1950, míg Bökönyben 1200 háztartást tudtak bevonni a környezettudatos szennyvízkezelésbe az elmúlt években, így Újfehértón közel 100%-os, míg Bökönyben 90%-os ezentúl a hálózati lefedettség. Geszterédi vízműről beszél mindenki, de gyakorlatilag bökönyi területen vannak fúrva, egybeér a két település. Onnan kapja közel 40 ezer ember a ivóvizet, tehát nagyon fontos volt, hogy ne szennyeződjön a mi ivóvízkészlet. Illetve Újfehértó esetében én úgy gondolom, hogy egy közel 14 ezer lelkes városnál elvárható az, hogy a komfortérzetnél ez a minimum kialakításra kerüljön, és én biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan előrelépés a város életében, ami évtizedekre meg fogja határozni a lehetőségeit az itt élőknek. Az elmúlt 7, illetve 9 évben az összes uniós forrás, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett, összesen megközelíti az 500 milliárd forintot, mondta a megyei közgyűlés elnöke, Sesták Oszkár, majd hozzátette, ennek körülbelül 1/5-ét fordították szennyvíz, valamint ivóvíz minőségjavító programokra. 14 percre csökkent az ügyintézés átlagos ideje az új típusú kormányablakok kialakításával, hangzott el a megye 21. intézményének átadásán Nagyhalászban. Az új hivatalban 4 munkaállomáson fogadják majd az ügyfeleket. Átadták Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 21. és az Ibrányi járási hivatal 2. kormányablakát. A nagyhalászi intézmény jövő hét hétfőtől az általános iskola felújított szárnyában várja az ügyfeleket. A most megnyíló kormányablakunk, amely egyébként az Ibrányi járás hivatal életében már a 2. nyíló kormányablak, hiszen a járás székhelyen már szeptember hónapban átadásra került a kormányablak. Itt jelenleg 4 frontofiszos munkállomáson fognak ügyintézők ügyfeleket fogadni, és 2 ügyintéző pedig a háttérmunkát fogja segíteni. Nyilván, akik ellátogatnak hozzánk, láthatják, hogy több munkállomás került fizikailag kialakításra. Annak érdekében, hogy a jövőben bővülő ügykörök vonatkozásában is majd legyen lehetőségünk bővíteni az ügyintézői kapacitást. Több mint 500 ügykörben tudnak eljárni jelenleg a munkatársak, kísérleti jelleggel pedig januárban elindulhat a hatósági bizonyítványok kiadása is bizonyos kormányablakokban, de más változásra is számíthatnak az ügyfelek. Rengeteg olyan változás történik majd most, ami az állami rezsicsökkentés részeként kedvező lesz az ügyfeleknek. Egy részük ugye a lakossági ügyfélkörben, itt például az ingyenes személyazonosító okmánycsere, de például az erkölcsi bizonyítvány is ingyenes lesz a következőkben, és számos olyan változás is van, ami a gazdasági életet, a vállalkozósokat segíti, itt például a vállalkozói igazolvány kiadása is díjmentes lesz jövőre.
Kozma Péter kormány megbízotta a rendezvényen kiemelte, a jövő évi közszolgálati nettó bérek emelkedése első körben a kormányablakok dolgozóit is érinték. A rendezvényen az is elhangzott, sikeres évet zár a közigazgatás, decemberben megnyílik a 22. kormányablak Záhonyban, jövőre pedig építik a Kemecsei járási hivatalt. Nem elég a korrupcióról beszélni, ahhoz, hogy tenni lehessen ellene, tényekre van szükség, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Adorján Béla, a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. A politikus hozzátette, egyre több civil keresi meg a pártot korrupció gyanús ügyekkel kapcsolatban. A közvélemény a civil lakosság eljutott odáig, hogy ő is megelégelte. Nem elégszik már meg annyival, hogy politikai ellenfelek elmondják egymásnak szemtől szembe a kritikáikat, vagy egyébként a hétfői parlamenti ülés ezt jól bizonyította, hogy nem feltétlenül szemtől szembe, hiszen a kérdéseket hiába teszik fel ellenzéki politikusok, adott esetben vezető kormánypárti képviselőknek, nem kapnak rá választ, a civilek ezt megelégelték. Én azt gondolom, hogy itt inkább fordított a helyzet, és nem mi keressük a civileket, hanem a civilek keresik most már a Jobbik Magyarországért mozgalomnak azt a politikai támogatását, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valamelyest védve érezzék magukat. Tartós élelmiszereket, ruhaneműt, játékokat és könyveket tartalmaznak azok a csomagok, amelyeket adományként kapnak a kárpátaljai Beregrákoson élő családok. Petneházi Dávid, a Fidelitas Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, eddig 1,5 millió forint gyűlt össze a Fogjunk össze Kárpátaljáért országos akció segítségével, amelyhez csatlakozott a szervezet megyei csoportja is. Nekünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő fiataloknak nagyon fontos, hogy kicsit többet is hozzátegyünk a közelség miatt, segítsünk a kárpátaljai rászorulóknak, ezért elkezdtünk egy kezdeményezést, amit annak idején még nyáron a sajtóban is meghirdettünk. Rengeteg adomány érkezett, és nagy örömünk, hogy úgy néz ki, hogy több alkalommal is kilátogathatunk Kárpátaljára. Azt gondoljuk, hogy nekünk itt kötelességünk segíteni azoknak a rászoruló magyar társainknak, akik ott nehéz helyzet közepette próbálják megőrizni magyarságukat, és olykor a mindennapi megélhetésért is küzdenek. Speciálisan felszerelt gyermekmentőt adományozott a LEGO csoport az Országos Mentőszolgálatnak. A mintegy 33 millió forint értékű mentőautót kiemelt esetekhez használja majd a mentőszolgálat Nyíregyházán. A LEGO csoport nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepvállalásra. A vállalat tavaly létrehozott alapítványa idén közel 30 alkalommal, mintegy 66 millió forintot szánt adományokra. Mi gyerekeknek gyártunk játékokat. Akkor, amikor gyerekekről beszélünk, és főként azokról, akik szükséget szenvednek valamiben, ez lehet nagyon, nagyon széles körül ez a szükség. Az egyik valóban kézzelfogható szükség, én úgy gondolom, az, amikor egy gyerek bajban van, akkor, amikor beteg vagy megsérül. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó lehetőség számunkra, hogy gondolkodjunk együtt az Országos Mentőszolgálattal azon, hogy hogyan tudunk mi is a gyerekeken segíteni, akár közvetett módon is. Az új mentőautót a kiemelt esetekhez használja majd a mentőszolgálat Nyíregyházán. A gépjárművet az alapfelszereltségen kívül más gyermekmentésre alkalmas eszközökkel is felszerelték. Ez az autó alapvetően a típusából adódóan egyébként azt gondolom, hogy a műszaki szempontból a ma elérhető legmagasabb színvonalat képviseli. A mentéstechnikai eszközök pedig a mentőszolgálat alapfelszerelésén kívül, a mentőgépkocsijaink alapfelszerelését kívül pedig most hát bővült a légútbiztosítási eszközökkel, vénabiztosítási eszközökkel, speciális rögzítési eszközökkel, égési kötszerrel, fülhőmérőtől kezdve a vércukormérőig, leszívó készülékekig, defibrillátorig, gyakorlatilag ami ma szükséges egy profin felszerelt gépjárműben, mentőgépkocsiban, az minden felszerelve. Pápai György hozzátette, a mentőszolgálat munkatársai januárban egy speciális képzésen vesznek majd részt azért, hogy minél szakszerűbben tudják használni az új gyermekmentőt. Átadták az idei Kabai díjat. A témáról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Szócska Ábelt, a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye kormányzóját szombaton 10 órakor iktatják be hivatalába Nyíregyházán, a Szent Miklós székesegyházban. A Szent Liturgiát Kocsis Fülöp metropolita vezeti, 10 püspök jelenlétében hangzik majd el a kinevezési dekrétum. Több százan érkeztek a megye különböző településeiről az idei idősek karácsonyi ünnepségére, amelyet a magyarok nagyasszonya társszékesegyházban tartottak meg Nyíregyházán.
A rendezvényen az idei évben is köszöntötték a 65., 60. és 50. évfordulójakat ünneplő házaspárokat. Az idén Hadházi Tibor nyugalmazott főiskolai tanár kapta meg a Kabai díjat. A morfingyártás ipari módszerét kidolgozó világhírű tudósról elnevezett elismerést a METESZ szokásos éves közgyűlésén adta át ma Nyíregyházán. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 1976 óta minden évben odaítéli valakinek az életműdíjnak számító elismerést. A díjazottak a természettudományi és közgazdasági területen végzett több évtizedes munkájukért kaphatják meg a Kabai díjat. Megtisztelő számomra ez a kitüntetés, hiszen törzsgyökeres nyíregyházinak vallhatom magamat. Pályám Nyíregyházához, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődött, hiszen a főiskolán 45 aktív évet töltöttem el. Mindig fontos volt számomra családi indítatásból is az ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő tevékenység, sok-sok előadást tartottam különböző témákban. Ezek közül egyik, amiért kék az ég és fehérek a felhők címet viseli, amelyből most egy részletet fogok tudni az érdeklődő megjelenteknek bemutatni. A díjra a METESZ felterjesztését a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés adja jóvá. Nagyon fontos számukra a civil szervezetekkel való kapcsolat. Van ilyenfajta stratégiánk is, amit végrehajtunk, és a METESZ-szel szoros együttműködésben, a fejlesztési terveinknél is minden esetben kikértük a civil szervezetek, így a METESZ véleményét is. És hát harmadsorban pedig olyan sok kárt szenved sajnos esetben, a sok esetben mai napság a tudományos gondolkodás, vagy a természettudományos gondolkodás és a természettudományos képzés. Egy-egy ilyen díjátadás is ráirányítja erre a figyelmet, hogy mennyire fontos a természettudományok szerepe az életünkben, az életünk minőségében, a minőségének az emelésben, és hát a sok esetben újjáéledő babonák és egyéb hát áltudományos jelenségek ellen is nagyon fontos a METESZ szerep, hogy ezzel fel tudjon lépni. A díjátadó ünnepségen elhangzott, Kabai János az egyik legjelentősebb személyisége volt a megye tudományos életének, ezért fontos, hogy az eszméiségét megőrizzük. Szucska A. Ábelt, a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye kormányzóját szombaton 10 órakor iktatják be hivatalába Nyíregyházán a Szent Miklós Székesegyházban. A Szent Liturgiát Kocsis Fülöp metropolita vezeti, 10 püspök jelenlétében hangzik majd el a kinevezési dekrétum. Idén tavasszal az apostoli szentszék fontos lépést tett, mondta Orosz Atanáz, a Nyíregyházi Egyházmegye ideiglenes kormányzója, ugyanis március 19-én megalakult a metropólia Kocsis Fülöp érsek vezetésével. A nyíregyházi püspöki szék üresen maradt. Orosz Atanáz lett az egyházmegye ideiglenes kormányzója, aki a miskolci egyházmegyei feladatok mellett vállalta a nyíregyházit is. Mindenek előtt az egyházmegye oktatási intézményeivel kellett sokat foglalkoznom, hiszen az egyházmegye kettéválása, a volt hajdudorogi egyházmegye két egyházmegyére való tagolása azzal a következménnyel járt, hogy már a tavasz végére mindkét egyházmegyének hivatalosan kellett átírnia a működési engedélyeket a saját nevére. Ez egy nagyon-nagyon fontos szektor, hiszen 7 olyan oktatási intézményünk is van, amelynek nagy a jelentősége az egész megyénk életében. A Nyíregyházi Egyházmegye egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjed, 70 ezer hívőt számlál, a legnagyobb görögkatolikus egyházmegye a metropólián belül. A feladatkör új számára, de van előtte minta, és a nagy elődök munkáját szeretné folytatni, Szucska A. Ábel. Én nagy bizalommal készülök, hogy a Jóisten megsegít ebben a munkámban, mert igazán egyikünk sem tudja, hogy mi az, amire számíthat, és mi az, amit vállalnia kell. Ez mindannyiunk számára, akik valamilyen hivatalba lépünk, egy olyan nyitott kapu, amin ha belépünk, akkor derülnek ki igazán, hogy milyen örömök, milyen nehézségek, milyen megpróbáltatások várnak az emberre. De én nagyon bízva Jóistenben, imádkozva, elmanulva, Jóisten áldását és segítségét kérve így készülök.
Szócska A. Ábel Kárpátaljáról származik, másfél évtizedes szerzetesi munkájából. Jó néhány évet töltött Máriapócson, ahol parókus volt. Jól ismeri a közösséget, és jó szívvel is bízza rá a metropólia. A hívők ismerik a Bazilita szerzetest, aki mindent megtesz azért, hogy az egyházmegye továbbra is jól működjön. A kormányzó beiktatás a szombaton 10 órakor kezdődik, Nyíregyházán a Szent Miklós székesegyházban. A Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek metropólita vezeti, 10 püspök jelenlétében hangzik majd el a kinevezési dekrétum. Több százan érkeztek a megye különböző településeiről az ezévi idősek karácsonyi ünnepségére, amelyet idén először a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban tartottak meg Nyíregyházán. A rendezvényen az idei évben is köszöntötték a 65., 60. és 50. évfordulójakat ünneplő házas párokat. Néhány éve hagyomány már a Megyei Nyugdíjasok Szövetségénél, hogy karácsony előtt összegyűlnek és megünneplik az adott évben jubiláló házaspárokat a házasságuk megkötésének évfordulója alkalmából. Az idei évben is oklevéllel és ajándékcsomaggal ismerték el az együtt töltött időt. Nagyon fontos ennek a rendezvénynek azt gondolom az üzenete, hiszen úgy tűnik nagyon sok esetben, mint a házasság intézményét támadások érnék, vagy kiüresedne, sokan temetik is ezt a életre szóló köteléket. Az itt lévő emberek életpéldája azt mutatja, hogy igenis vannak kitartó párok, és azt gondolom, hogy így érdemes élni az emberi életet, hogyha egy életen keresztül hűségesek tudnak maradni. Idén 3 házas pár a 65., 6 pár a 60. és 26-an az 50. évfordulójukat ünnepelték. Hagyomány, hogy a Megyei Nyugdíjszövetség minden év december elején megyei karácsonyi ünnepséget szervez mindazoknak a nyugdíjas egyesületek, nyugdíjas klubok tagjainak, akik a szövetséghez tartoznak. Minden évben több százan gyűlünk össze, korábban a nyíregyházi főiskola besenyei termébe volt megszervezve az ünnepség, de ma már azért is fizetni kell, és sajnos a szövetségnek nincs pénz arra, hogy külön bérletért fizessen, és azt gondolom, hogy legalkalmasabb helyszín egyébként meg a templom, az Isten háza, hiszen a mi időseink még, hála Istennek, istenhívők nagy többsége, és azt gondolom, méltó helyet találtunk. A mai ünnepségen a szövetség 20 éve működő havilapjának, az 1000 példányban megjelenő nyugdíjas életszerkesztő bizottságának is elismerő oklevelet adtak át. A férfi kosárlabda bajnokság 11. fordulójában idegenben lép pályára a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő jelenleg 11. helyen álló együttese szombaton Pakson a listavezető atomerőmű ESE otthonában vendégszerepel. A Sopron elleni utolsó pillanatokban elveszített mérkőzést követően Sitko Ernőnek a hét első napjaiban nem csak a taktikával és a technikával, hanem a játékosok mentális állapotával is kellett foglalkoznia, mivel egy ilyen vereség azért nyomokat hagy a lelkekben. Az idő azonban erre is gyógyír, így a hétvégi meccshez közeledve már előre tekintenek a kosarasok. Túl kell, hogy jussunk ezen a mérkőzésen, hiszen az utolsó pillanatig nyerési esélyünk volt, és tanulnunk kell belőle, meg kell tapasztalnunk azt, hogy hogyan tudunk egy ilyen mérkőzést megnyerni. Elveszíteni már el tudtuk, most ezen tovább kell lépnünk, megnézzük azokat az utolsó néhány momentumokat, amik eldöntötték a találkozó végkimenetelét, és szeretnénk, hogyha ez legközelebb nem fordulna elő így. A Marsó Nyíregyháza szombaton a listavezető atomerőmű ESE otthonában lép pályára. A paksiak eddig 8 győzelem mellett mindössze 2 vereséget szenvedtek, így egyértelmű esélyesei a találkozónak. Egy ilyen mérkőzés lehet arra jó esetleg, hogy meglepetést tudjunk okozni. Ez természetesen túl optimista mondat volt. Mi is tudjuk, hogy mi a realitás, viszont úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk valamilyen extra teljesítménnyel mégiscsak meglepni a Paksot. Úgy gondolom, hogy a Paks egy nagyon jó erőből álló egyesület, ahol nagyon jó játékosok vannak, viszont igazából egyéni képességeket próbálnak érvényesíteni, és azzal nyerik a mérkőzéseket. Meglátjuk, hogy hogyan tudunk ez ellen felkészülni. Ha kontrollálatlanul, fegyelmezetlenül játszunk, akkor nincsen esélyünk győzelemre, és szoros eredményre sem. Viszont ha megpróbáljuk megszervezni a védekezésünket, támadásunkat, akkor úgy gondolom, hogy bármi lehet a találkozón. A forduló további párosítása a következő: Albafehérvár Szombathely, Pécs Körmend, Kaposvár Kecskemét, Szolnok Szeged, Sopron Zalaegerszeg és Jászberény Mafc. Az atomerőmű ESE Marsó Nyíregyháza mérkőzést hétfőn 21 órától láthatják a Kölcsey Televízió nézői. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Befejeződött a több mint 3,5 milliárd forintos szennyvíz beruházás Újfehértón és Bökönyben. A fejlesztések még 2012-ben kezdődtek, ennek köszönhetően korszerűsödött a két település szennyvíztisztítása. Így a térségben már 60%-os a hálózat lefedettsége. 14 percre csökkent az ügyintézés átlagos ideje az új típusú kormányablakok kialakításával, hangzott el a megye 21. intézményének átadásán Nagyhalászban. Az új hivatalban 4 munkaállomáson fogadják majd az ügyfeleket. Speciálisan felszerelt gyermekmentőt adományozott a LEGO csoport az Országos Mentőszolgálatnak. A mintegy 33 millió forint értékű mentőautót kiemelt esetekhez használja majd a mentőszolgálat Nyíregyházán. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várom majd Önöket, szombaton és vasárnap pedig már a megszokott heti hír összefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap eleinte erősen, később változóan felhős időre számíthatunk. Gyenge, érintőleges hidegfront alakítja majd szombaton az időjárásunkat, de számottevő csapadék nem valószínű. Éjjel erősen felhős lesz az ég, eleinte sokfelé marad a köd, ami az éjszaka folyamán megszűnik, csapadék nem valószínű. A délnyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte felhős lesz az ég, de délután felszakadozik, csökken a felhőzet, és sokfelé a nap is kisüt. Csapadék nem valószínű, a délnyugati szél megélénkül, délutánra pedig 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap hidegfronti hatás várható térségünkben. Vasárnap előbb egy meleg, majd egy hidegfront is átvonul fölöttünk, ezért sok lesz a felhő, de számottevő csapadékra nem kell számítani. A jövő hét első napjaiban néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, de rövid időszakokra a nap is kisüt.